túloldalon. Ez a melyik a tél? Ez a tél. Látod, ott is van egy a túloldalon, mondjam, hogy tavasz, és fönn nyár, ősz, tél. Aha. Szivárvány kulturális központ, ez régebben mozi volt. Igen. És tőle iszonyú gyönyörű belőle. Rákul, azt szeretném neki megmutatni a belőle. Szóval azt rendezzünk. Mozik vannak. Lamping József tervezte, építette Horváth Andor mérnök. Igen? Nagyon szép. Palhajok. És ez mikor épült idej? 1928. Most fent ott valami mozigépészház is van, Betitnek is fentről. Rendszeresen vannak mozi előadások. Aha. Bors István. Igen. Itt van a városháza, a templom. Aha. Mi most itt vagyunk a sarkon, most érünk be a térre. Ott van egy Eszterházi pár, akik mégis elindította a város. A város fejlődés, hogy letelepedés ilyen bevételét. Minden órában másfölünk járunk. Van egy harang, ott a székely zászló természetesen. Ezt nézzétek meg, gyerekek. Kaposváron, a városházán. A magyar mellett a székely zászló is lobog. Milyen úri gesztus. Nagy boldogasszony, római katolikus templom. Igen. Óránként, itt van egy harangjáték. Ez bere is lesz. Óra előtt 3 perccel játszik majd. Aha. És minden órában más. Hány harangban van ott, vagy 15-20 harang? Óra előtt, mert utána a nagy templom. Utána órakor meg a nagy templom. Erre sétáló utcára majd fölmegyünk. Most ezt a részt megnézzük. Itt van a harangjáték. Ide szokott a karácsonyfa jönni. Vagy csak elnevezni, nem? Viszont... Agyende utca. És fent ez Kossuth tér. Ez Kossuth tér. Agyende utca. És ez egy Kaposvár Fantázia nevű, szabadalmaztatott kandellábra villanyos. Miféle? Kande? Hát a villanyoszok. A villanyoszlopot. Ezt Kandellábernak is mondják. Aha. Ezt szabadalmaztatták, és Kaposvár nevet kapta. Oh. És innen másolták le a Csíkszeredvegyet. Itt volt az Ady Endre, és akkor ugye Riptónai az Kaposvára született. Jósi Pál Riptónai az a testő. És Szondiba akartanak ezen a kúrsát. Van egy kis szoborcsoport, de még nem megyünk. Jó. Milyen szép üzletek vannak itt. Itt szabad vittünk. Igen. Esetleg van valami olyan, amit szeretnél megvenni, vagy tetszik, vagy kéne, vagy jól emel, akkor szóljál, mert akkor nem megyünk olyan üzletbe. Jó. Csak ugye nem tudom, hogy éppen most mire vágysz. Hát vágyok egy biciklire szerelhető telefontartóra. Az megvesz. Kis átalakítással megvesz. Jó, nem gondoltam, ilyen nehéz lesz beszerezni. A kis igen, bringa, igen, meg könyve. Igen. Egy kis csúszlés a szájában. 2010 belefogó. 2010. Milyen szép ez a sétáló utca itt Kaposvár központjában. Sok szép régi épület, üzletek, szobrocskák.
Márton Áron szobor templom mellett. Ez a katolikus gimnázium. Nagyon szép épület. Ez egy csokon egy napadok. És ez milyen utca itt? Ez a fő utca. Fő utca. Csokon egy fogán, látunk, hogy a szetete ki van írva. Ez a kis van írva, hogy a haza kis polgáránynak. 1832. Akkor készül, és a csokon egy itt épp az előtte. Aha. Most lett felújítva, még nincs átadva. Tudom, mondják. Hogyha az még nem késő, vagy este 8 után. Vagy ma este 8 után. Amelyik neked jobb, jó? Az élő modor, ne? Azt hittem hirtelen, hogy élő modor. Jó, akkor 9 éves elég. Hoppapa. Ez a Bors István szobrászművész, itt ide is csinált egy alkotást. Az a címe, hogy Nakkarék. Itt ez. Igen. És a gyerekek rettenetesen élvezik. Forogássak. Szép fasorok mindenhol. A hónak a levelek. Ha tótalgast áll az életed, csak simogass meg, és átszal rád a derűm. Hát a fényes. Ez itt pedig a megyei múzeum, és megyeháza. Aranyoroszlán patika. Lécán vagyunk. Itt van az előbb látott aranyoroszlán patika, ami az 1700-as évek végén épült, azóta működik, és itt ebben a gyógyszertárban volt Riprona József, a híres kaposvári festőművész, patikus segít. Riprona József a bár a Kaposvár egyik dombján, a Rómahegyen élt, ott volt a műterme és a villája, és onnan mindig csacsi fogadta a gyárt le ide a városba, meg a patikába, és ennek emlékére készült egy szobor, egy bronzszobor, ahol a riprónai csacsi fogadton ábrázolják. Mennyi szép régi épület. Tudnám ezeknek a történetét meg a lényeget. Pécsi zsolnai porcelán üzlet, nagyon drága, de nagyon nagy minőségű. Nem túl messze. Ez pedig a Dorottya szálló. Vagyunk a Csiky Gergely színháznál. 1902 és 4 között épült nyári színháznak. A fala is nagyon olyan vékonyak voltak. Egyetlen egy kitétel volt a tervező meg az építéssel, hogyha egy székkel is, de nagyobb legyen, mint a Pécs. Miért? Versenyzés. Na most így is készült a színház, akkor nagyobb lett, mint a pécsi. Nagyon országos hírű társulatok voltak 70-es, 80-as években. Nagyon híres színészek voltak itt, a Koltai Róbertől kezdve a Pogány Judit, a híres rendezők, a Molnár Piroska,
a Bezerévi Zoltán, a Revicki Gábor rengetegen. Annyira jó volt a színház és híres, hogy Budapesttől is buszokkal jártak ide előadásokat nézni. Aztán hát ráfért egy felújítás, és egy évvel ezelőtt készült el a teljes külső-belső felújítás, de már téliesítve és kiegészült még új stúdiókkal, öltözőkkel, stb. Úgyhogy az volt nagyon szép, nagyon gyönyörű. Nagyon szép épület. Bejárat is át lett alakítva. Ez itt a vasútállomás, nagyon szép épület, csak sajnos a nappal szemben vagyunk, nem tudom jól lefényképezni, filmezni. Pedig egy régi mozdony, szépen felújítva. MÁV 376-642. Nem tudom, mit jelent ez a szám. Gyorsforgalom közepébe felé. Szökőkuta. Ja. Ezek a városi buszok. Mindenik oldalán balról van egy valami híresség feltüntetve. A neve, évszám, egy fénykép bent a buszon belül leírás. Amúgy ezek MAN buszok, és átlettek alakítva gázüzemre az összes busz itt Kaposváron. A bordók járnak a városba, a zöldek a városon kívül, azok kicsit arrébb vannak. Ez pedig az új elektromos busz. A sárga. És ez az Eszterházi híd, felmegyünk mindjárt ide is. Itt vannak a zöld buszok városból kifele. Fehér busz pedig az nem helyi, az jövevények. Itt a hídnak az egyik oldala bicikli forgalom, másik oldala pedig gyalogos forgalom. Itt autók nem járnak. Itt egy Petőfi szobor, közlekedési központ mellett. Ripper Rónai József, híres kaposvári festő. Szent Flórián szobra, tűzoltók védőszentje.